Hosszú sorban gyülekeztek a Bonyhádi városi farsang résztvevői. A településen régóta hagyomány, hogy húshagyó kedden közösen próbálják elűzni a telet. A farsangot minden évben egy adott téma köré szervezik, arra kérik ilyenkor a résztvevőket, hogy annak megfelelően válasszanak jelmezt. Volt mindenfajta az előző évben, például a mesék is megelevenedtek már, de idén egy nagyon fix téma alakult ki, már a műfáznak a kiállító termében egy fiatal alkotó, Kásler Viktória rajzai kerültek föl február elején a falakra. Ezek olyan rajzok, amik hírességeket elevenítenek meg, és erre húztuk rá a városi farsangot is. Így a jelmezesek között számos híresség bőrébe bújt gyerkőcöt lehetett felfedezni. Az esemény nem csak a diákokat és tanáraikat csalogatta ki a kaszinótérre, az idősebb generáció is örömmel vett részt a rendezvényen, ahol az előző évek hagyománya szerint a zajos városjárást kulturális műsorok követték. A Roxforti Varázsiskola diákjainak bőrébe a Széchenyi Általános Iskola 3. C-osztálya bújt, akik lelkesen készültek az elmúlt hetekben, hogy a lehető legszínvonalasabb műsorral álljanak ki a közönség elé a farsangi kavalkád alkalmával. Közös munka volt az én osztályfőnöktársammal. Ő a kreatív kivitelezője, tehát ő tervezte meg a vonatot, illetve a süveget és ezeket a kreatív kellékeket, én pedig a zenét, illetve a koreográfiát, a táncos részt valósítottam meg. A jó hangulatú Bonyhádi városi farsang alkalmával elégették a kiszebábot is, amit követően a résztvevők nem maradtak vendéglátás nélkül, teával, forralt borral és fánkkal készültek számukra a szervezők.